A mai nappal kicsit a dogmatika rejtelmeibe kezdünk bele. Kegyelemtan lenne az első témánk. Gyorsan fel is tenném a kérdéseimet. Mi is az a kegyelem? Ez a szó, hogy kegyelem, azt gondolom, hogy kicsit megfoghatatlan számunkra, meg felfoghatatlan is, eléggé elvont fogalom. Mit jelent maga a szó? Mihez szükséges? Honnan tudjuk, hogy egyáltalán van kegyelem? Ki kapja meg kitől, mikor és miért? Van-e többféle, vagy csak egyféle? Kicsit vezessen be ennek rejtelmeibe minket. Nagyon nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A kegyelem az egyik legalapvetőbb szava a keresztény teológiának. Halljuk például azt, hogy kegyelemből üdvözülünk, kegyelemből van a megigazulás a hit által, vagy hallunk arról, hogy kegyelemben kell élnünk, betölt minket a kegyelem, eláraszt. De igen gyakran nem értjük jól ezt a fogalmat. A magyar nyelvben ez, hogy kegyelem, arra emlékeztet, hogy valaki, mondjuk egy bíró vagy egy király megkegyelmez egy elítéltnek, megbocsát neki, elengedi a bűneit. A keresztény gondolkodásban azonban a kegyelem elsősorban nem ezt jelenti. Nyilván ezt is, bűnbocsánatot is, a bűnöknek az elengedését is, de nem ez az alap jelentése. Tehát a magyar fordítás az egy kicsit félrevezető, és talán a fogalom lényegétől el is távolít minket. Mi a két legalapvető bibliai szó, amit a kegyelemre a Biblia használ? Az első szó, héberül hesed, családi köteléket jelent, hűséget. Azt a biztos tudatot, hogy a rokonom, a testvérem, a szülő, a gyerek egymás mellé áll, egymás mellett kitart, egymáson segít. Egyébként ebből a fogalomkörből származik a megváltó, üdvözítő szó is. Bárki mondjuk bajba került a családból, akkor a családfő az ő megváltója volt, aki köteles volt, és hát ezt meg is tette, hogy mindent megtegyen azért, hogy a rokonát megmentse. Amikor a Biblia arról beszél, hogy Isten kegyelmes, akkor erre gondol, hogy Isten atyánk, mi az ő családjának a tagjai vagyunk. Végtelenül fontosak vagyunk a számára. Isten hűsége örök, neki az ember végtelenül értékes. Ezt a titkot nyilatkoztatja ki a Biblia már Ábrahám történetében. Hallunk arról, hogy Ábrahám, amikor szövetséget akar kötni az Istennel, állatdarabokat, állatokat vág ketté, és a darabok között átmegy. Ez egy nagyon ősi módja volt a szövetség kötésnek. Azt fejezte ki, mondjuk két király, ha szövetséget akart kötni, állatdarabok között átment, és ezzel azt mondták ki, hogy ha megszegném a szövetséget, engem is ugyanígy vágjanak ketté, mint ezeket az állatokat. Ábrahám átmegy az állatdarabok között. Azt fejezi ki ezzel, hogy életre halálra elkötelezi magát. Ha Istenhez hűtlen lenne, Isten őt bátran pusztítsa el. És aznap éjjel egy döbbenetes dolog történik, maga az Isten egy lángoló kemence formájában átmegy a ketté vágott állatdarabok között. Azt jelzi ez, hogy ez nem csak egy egyoldalú szövetség. Nem csak az ember kiált az Istenhez. Nem csak nekünk fontos az Isten. Nem csak mi kérjük az ő irgalmát, segítségét, hanem ez egy valódi kétoldalú szövetség. Az Istennek is végtelenül fontos az ember. Végérvényesen hozzánk köti magát, hozzánk köti őt a szeretete. Ettől kezdve Ábrahámot Istentől nem lehet elszakítani. Ábrahám neve beleíródik az Isten nevébe. Amikor később egy alkalommal Krisztust kérdezik, hogy mi a biztosítéka annak, hogy van föltámadás, akkor Jézus erre utal, hogy hogyan nevezi magát Isten. Isten így nevezi magát, hogy Ábrahám istene, Izsák istene, Jákob istene. Isten nevébe, az ő lényegébe, az ő szívébe bele vannak írva az emberek nevei. Ő a mi atyánk, neki fiai vannak. Őt a fiaitól nem lehet elszakítani.
Isten tenyeréből nem tudunk kiesni. Ezért van örök életünk. Ő örök szeretettel szeret, az ő szívében helye van az embernek. Az ember tehát az Isten fia, gyermeke, az ő családjának a tagja. A kegyelem ezt jelenti, ezt a szeretetet, hűséget, amellyel Isten az embert szereti, magáénak tekinti. Ugyanezt látjuk egy kicsikét később az egyiptomi szabadulás történetében. Ezekiel próféta gyönyörűen leírja az egyiptomi szabadulás eseményét. Azt mondja, hogy Izrael népe a vérében vergődött. Olyan volt, mint egy kisgyermek, aki senkinek sem kell. Így mondja, amikor megszülettél, a véredben vergődtél, senkinek nem kellettél. Elmentem melletted, és azt mondtam, maradj életben. És fölemeltelek, megtisztítottalak, fölöltöztettelek. Izrael népe rabszolgaként nem kellett senkinek. Az egyiptomi istenek a régi vallási hiedelmek szerint a szegénnyel nem törődnek. A fáraóról azt tartották, hogy ő az istenek gyermeke. A fáraók neve is ezt fejezi ki. Tutmózisz, ezt jelenti Tot Isten fia. Vagy Rámózisz, ezt jelenti Rá Isten fia. A fáraók az istenek gyermekei, így tartották az egyiptomi vallások. Hogy a szegénnyel törődik-e Isten, erre a régi ősi vallások semmifajta választ nem adtak. És ekkor ott Egyiptomban megjelenik az igazi, valódi, élő Isten, akinek a legszegényebb is végtelenül fontos. Mózes, amikor a fáraó elé megy, akkor azt mondja, hogy megjelent nekünk a héberek istene a pusztában, és azt üzeni neked, hogy Izrael az én elsőszülött fiam. Te megölted az én fiamat. Nem a fáraók az istenek gyermekei, hanem a legutolsó megvetett rabszolga, a legegyszerűbb ember is Isten végtelenül szeretett gyermeke. Izrael az én elsőszülött fiam. Isten az embernek atya. Őt a fiaitól nem lehet elszakítani. Isten kegyelme, irgalma, szeretete ezt jelenti. Az ő családjának vagyunk a tagjai. Minden egyes ember, a legkisebb, a legutolsó, a legszegényebb is. Ez tehát a Biblia első szava a kegyelemre, a hesed, ami családi hűséget, családi kapcsolatot, szeretetet fejez ki. A másik szó talán még mélyebb az isteni kegyelemre, irgalomra, a rahamim, ami az anyaméhből képzett szó, az anyaméhet jelentő főnév többes száma. Azt akarja kifejezni, hogy Istennek anyai szíve van. Ahogy egy édesanyja megrendül, ha a gyermeke kiált, bajban van, szenved. Isten éppen így megrendül, ahogy látja a népe szenvedését. Sirák fia könyve ezzel a szóval, a megrendülést kifejező szóval fogalmazza meg, aki gyermeket szül, aki gyermeket hoz a világra, az majd a gyermekének a kiáltására, a jaj kiáltására meg fog remegni. Aki gyermeket szül, a szenvedését is látnia kell. Ahogy az édesanya, ha a gyermeke kiált, az egész teste reszket. Valahogyan így van velünk az Isten is. Ezt mondja el Jézus a tékozló fiú történetében, ahol azt látjuk, hogy az apa messziről várja a fiát. Talán minden délután kint ül a háza előtt, figyeli az utat, hogy jön-e már. És amikor a fiú megjelenik, azt mondja Jézus, az atya megrendül, megesik rajta a szíve. Istennek anyai szíve van. Fut a gyermeke elé, átöleli. Nem a fiú fut az apja felé, hanem az atya fut a fia felé. Nem a fiú öleli az apját, hanem az apa öleli a fiát. Vagyis ez a második szavunk. A kegyelemre Isten anyai, atyai szeretetét fejezi ki. A kegyelem tehát Isten szeretete, ami őt hozzánk köti. Jézus ezt a fogalmat még mélyebbé tette, egy teljesen új dimenziót nyitott meg ebben, mégpedig ő arról beszél, hogy Isten élete, Isten szíve megnyílt a számunkra. Isten belép a történelembe, testet ölt, a saját lelkét adja nekünk,
és ezzel beléphetünk az Isten életébe. Beléphetünk a Szent Háromságba. Ahogy Pál apostol mondja, a lélek által mi is fiakká leszünk, Isten fiaivá, fogadott gyermekekké. A lélek által mi is ezt kiáltjuk Istennek, Abba, Atyánk. A kegyelem tehát az Új Szövetségben ezt jelenti, Isten élete, a Szent Háromság élete, amelybe mi is beléphetünk. Ebbe a hatalmas szeretet áramba kap meghívást az ember. Ahogy Pál apostol mondja, Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által. Ez az az élő vízforrás, amiről Jézus beszél a szamariai asszonynak, amelyet ő ad, örök életre szökellő vízforrás lesz abban, aki ő benne hisz. Vagy ez az az életet adó nedv, ami a szőlőtőből árad, a szőlővesszők felé, Isten élete, ami nélkül semmit sem tehetünk, ahogy mondja, ahogy a szőlővessző nem teremhet a szőlőtő nélkül, csak ha rajta marad, úgy ti is nem teremhettek, ha csak nem maradtok bennem, nálam nélkül semmit sem tehettek. A kegyelem tehát egy új dimenzió, az isteni élet. Hadd próbáljam ezt egy kicsikét megvilágítani. A teremtett világban többfajta élet van. Van a növényi élet. A fák, a virágok, a növények élete. Van az állati élet, amely már tud érzékelni, tud mozogni. Aztán van az ember élete, amelyik tud dönteni, tud álmodni, alkotni, amelyik szabad, amelyik képes gondolkodásra, képes szeretetre. De ez e fölött, az emberi élet fölött még van egy dimenzió, az Isten élete. És az ember arra kap meghívást, hogy ebbe a dimenzióba, ebbe a negyedik dimenzióba átlépjen. Az állatnak a léte egy zárt lét. Az állat az egész élete folyamán tökéletesen végzi a maga feladatát. Egy oroszlán nem tud oroszlánabbá válni, ő tökéletesen teljesíti a maga sejtjeibe, ösztöneibe beleírt küldetését. Az ember ezzel szemben egy nyitott lény. Tud emberibbé lenni. Tud szinte isteni módon, angyali módon élni. De tud leállatiasodni is. Tud, ahogy néha mondjuk disznó módon viselkedni, lealacsonyodni. Az ember nem egy befejezett lény, hanem nyitott lény. Az állat nem tud tervezni. Ha egy hízlalásra szánt malac például tudná, hogyha egy bizonyos kilóra meghízik, akkor őt levágják, akkor biztos elkezdene böjtölni, hogy az életét megmentse. De ő ezt nem tudja előre látni. Az állat nem tud tervezni. Az ember viszont a jövőben él, a jövő felé tart, pontosan ezáltal ember, hogy próbál kibontakozni. Az ember a lényege szerint nyitott lény, mégpedig fölfelé nyitott lény. Pontosan az az emberségünk lényege, hogy kapcsolatban vagyunk a világon túli valósággal. Az állatnak ez a földi lét teljesen elég. Az ösztöneit tökéletesen elirányítják. Az ember ezt a földi világot végesnek érzi. De azért érezzük végesnek, mert valamit sejtünk a teljességből. És ehhez viszonyítva érezzük a földi tapasztalatainkat végesnek. Az ember kiemelkedik ebből a látható, fogható világból. Rákérdez az egésznek az okára, a céljára, a lényegére. Azért tudunk belőle kiemelkedni és rákérdezni, rálátni, mert van, ami kiemeljen. Van valami a világon túl. Létezik ez a negyedik dimenzió. A kegyelem tehát az Isten élete, és az ember lényegileg erre kap meghívást, hogy ezt az életet befogadja, ebben kiteljesedjen. Elhangzott itt még nagyon sok kérdés a kegyelemmel kapcsolatban, éppen csak fölvillantok talán még kettőt. Ki kapja a kegyelmet? A Biblia arra tanít, hogy Isten minden embert szeret. Isten lényege a szeretet.
Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, mondja Pál apostol. Krisztus mindannyiunkért meghalt a kereszten. A kereszten kitárt karja az egész világot átöleli. Ahogy szintén Pál apostol mondja, odaadta az életét váltságul mindenkiért. Vagyis a kegyelmet Isten minden embernek fölajánlja, árasztja. A kegyelem azonban egy kapcsolat, egy szeretet kapcsolat, Isten családjába való belépés, az ő életének a befogadása. Az Isten tiszteletben tartja az ember szabadságát. Szeretetben akarja őt hívni. Nem rákényszeríti magát az emberre. Vagyis erre a kegyelemre igent kell mondani. Azt tudja befogadni, aki hittel, szeretettel a szívét megnyitja a kegyelem felé. Ahogy Szent Ágoston mondta, aki megteremtett téged a közreműködésed nélkül, nem fog téged üdvözíteni a közreműködésed nélkül. Ez az isteni kegyelem, amit megkapunk, elveszíthető, Püspök atya. Mivel tudjuk elveszíteni, hogyan ezt az állapotot? Van-e különbség vagy egyezőség a megszentelés a segítő kegyelem között? Hogyan tudjuk birtokolni a kegyelmet? Ha esetleg mégiscsak elveszítettük, akkor hogyan tudjuk visszaszerezni? A kegyelem tehát egy kapcsolat a teremtő és az ember között, az Isten családjába való belépés. Vagyis függ tőlünk is, és éppen ezért sajnos ez a kapcsolat meg tud törni. Ahogy Jézus mondja, ha a szőlővessző nem marad a szőlőtőn, akkor elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elég. Vagyis csak addig tudunk kegyelemben élni, amíg Jézusban maradunk, amíg benne hiszünk, amíg szeretetben élünk. Isten oldaláról ez a kapocs nem törik meg soha. Azt mondja Pál apostol, ha mi hűtlenek vagyunk, ő akkor is hű, mert önmagát nem tagadhatja meg. Tehát Isten oldaláról a kegyelem mindig árad, ő mindig fölkínálja a szeretetét. A mi részünkről lehetséges, hogy ezt a kapcsolatot elutasítjuk. Elhangzott a kérdés, hogy hány fajta kegyelem van. Az egyház hagyományosan kétfajta kegyelemről beszél. Nyilván ez egy kicsit sematikus felosztása ennek a titokzatos isteni életnek. Az egyiket így nevezzük, hogy megszentelő kegyelem. Azt jelenti, hogy szenté tesz. Azt jelenti, hogy ez egy állapot. Talán ahhoz lehetne hasonlítani, mint a házasság. Amikor két ember egy szeretett szövetségre lép, és ettől kezdve benne van egy állapotban, egy szerető életszövetségben. A megszentelő kegyelem egy ilyen kapocs Isten és ember között. Befogadom az ő kegyelmét a hittel, megkeresztelkedem, igent mondok neki, Krisztus testének a tagjává leszek, beoltódom ebbe a kegyelmet árasztó testbe. A másik fogalma a kereszténységnek a kegyelemre az úgynevezett segítő kegyelem. Ez alatt azt értjük, hogy az állapotszerű kegyelmen túl van olyan fajta isteni segítség, áldás, erő, ami egy adott eseményhez, egy adott cselekedethez segít minket, megvilágosít, lelkesít, képessé tesz egy adott jó cselekedet megtételére. Hadd mondjak ezzel kapcsolatban egy érdekes eseménysort, ami a mi családunkban történt. Egy nagyon kedves rokon mind a két szülőjéért, akik közül sajnos egyik sem volt túlságosan vallásos, és egyik sem járt templomban, mind a kettőért egy nagy kilencedet elvégzett, vagyis kilenc egymás utáni első pénteken gyónt és áldozott édesapjáért is, édesanyjáért is, és nagyon bízott abban, hogy az imádság a meghallgatásra talál. Mind a két szülő már nagyon-nagyon idős volt, és semmi jele annak nem volt, hogy ők bármi módon a hithez közeledjenek. És egyik nap ez a rokon telefonált, hogy édesapja nagyon rosszul lett. Hála Istennek, én akkor már Esztergomban voltam, de amikor a telefon csöngött, pont Pesten voltam. Egyből tudtam
arra felé kanyarodni. Beléptem az édesapához, tudtam, hogy ő nem túl vallásos. Nem volt már teljesen a szellemi képességei birtokában, de azért még lehetett vele kommunikálni. Leültem az ágya szélére, hál' Istennek jól ismert engem, és ilyen módon könnyen szeretettel fogadott. És legelső kérdésem az volt, hogy mondja el, hogy az életében mi volt talán a legszebb pillanat. Mi az, amire nagy örömmel emlékszik vissza. És megdöbbentő módon egy világháborús emlékét mondta el, amikor vonultak vissza, menekültek, és nem volt semmilyen nivaló. És neki volt egy féltve őrzött utolsó szelet kenyere. És mellette volt, ha jól emlékszem, egy francia katona, és könyörgött neki, hogy adjon enni, mert éhen hal. És nagyon sokat vívódott, de aztán hirtelen döntéssel, először azt gondolta, a felét adja neki oda, de aztán végül is úgy döntött, hogy az egészet odaadja. És hála Istennek mind a ketten a világháborút túlélték. Ennek az idős bácsinak az élet egyik legszebb pillanata ez volt, amikor nagy lelkűen adni tudott. És innentől, hogy ő ezt elmondta, meg is hatódott a történeten, egyből kinyílt a szíve, és nagyon könnyen tudott gyónni, áldozni, és nagyon hálásan fogadta a szentségeket, valóban kegyelemben halt meg. Az édesanyja, ennek a rokonnak az édesanyja talán egy fokkal nehezebb helyzetben volt. Neki volt nagyon sok fájdalma, sérelme a hit, illetőleg az egyházzal kapcsolatban. És ott próbáltam egy alkalommal beszélgetni vele, de nem jutottunk egyről a kettőre. És egy másik alkalommal, szintén pont Budapesten voltam, megint csak hív telefonon ez a közeli rokonom, és mondja, hogy édesanyja nagyon rosszul lett, most viszik műteni a kórházban. Gyorsan arra kanyarodtam, és mire fölértem a kórházban a megfelelő osztályra, ő már teljesen készen volt a műtétre, és ott volt a műtétet végző doktornő is. És hát majd, hogy nem már tolták be a műtőbe. Hála Istennek a doktornővel lehetett beszélni, azt mondtam, hogy 3 percet szeretnék kérni. Meg is kaptam, és az idős néni annyira megrendült állapotban volt emiatt, hogy látta, hogy tolják be hamarosan a műtőben, nem volt biztos benne, hogy onnan még ő élve ki fog jönni, hogy akkor képes volt erre, hogy meggyógyuljon. Évtizedek után. Megint csak nagyon nagy kegyelmet éltem át, és éltünk át. Hála Istennek kihozták őt még élve, és hosszasan még aztán közöttünk volt. Úgy éltem meg ezt az egészet, mint egy ilyen nagy kegyelem folyamot, ami elindult ettől a nagyon szimpatikus rokontól, aki a 2 nagy 9-et elmondta, imádkozott a szüleiért egy fél életen át. És aztán az Úristen vezette mind a kettőnek a sorsát, és elvezette őket a kegyelem kapujához. Még talán a legutolsó kérdésről, hogyan lehet visszakapni a kegyelmet, hogyha elvesztettük. Az Isten szíve mindig nyitva áll. Ha bennünk megszületik a bűnbánat, a jóvátétel szándéka, és megyünk a bűnbocsánat szentségéhez, mindig újra az elveszített kegyelmet visszakapjuk. Nagyon sok szentünk életében ezt látjuk, például Fukó atya nagy megtérése, az egy szintén sok-sok év utáni gyónása volt karácsony előtt. Ahogyan ott letértelt, és a bűneit meggyónta, hatalmas folyamként érezte, hogy a kegyelem rajta átömlik, egyből megszületett benne a sziklaszilárd, erős, boldog hit, néhány nap múlva a papi hivatás, vagyis a Szent Gyónás szentsége az út, amellyel visszakapjuk a kegyelem örömét, teljességét. Kicsit prózai kérdéseim lennének most. Szükséges-e a mindennapi tetteinkhez a kegyelem vagy a kegyelmi állapot? Ha erkölcsileg egy helyes tettet viszünk végbe, az csak
kegyelmi állapotban lehet-e megtenni, vagy az is tud helyesen cselekedni, aki éppen nincsen birtokában a kegyelemnek. Hogy szükséges-e a kegyelem, erről a Biblia nagyon egyértelműen állítja újra és újra, hogy igen. Jézus azt mondja, senki nem jut az Atyához csak általam. Másod azt mondja, embernek ez lehetetlen, de Istennek nem. Vagy azt mondja, nálam nélkül semmit sem tehettek. A szőlővesző nem teremhet a szőlőtő nélkül. Tehát kegyelem nélkül, Isten élete nélkül nem tudunk szeretetben élni, és eljutni az Atyához. Miért van ez? Azért, mert az embernek a lényege, ahogy próbáltam a műsorunknak a legelején erről néhány szót mondani, a leglényege az emberségünknek, ez a kapocs a világon túli valósággal. Az ember fölfelé nyitott lény. Az ember létünk szíve, a kapocs a teremtővel, ami fölé emel a véges földi világnak. Képessé tesz arra, hogy öntudatunk legyen, szabadságunk legyen. Az állatvilág fölé emelkedjünk, és emberi módon éljünk. Ez az ember létünk szíve, a kapocs a világon túli valósággal. Amikor az ember vétkezik, és vétkezett a történelem kezdete óta, akkor pontosan ez a kapocs sérült meg. A teremtővel való kapcsolat. Vagyis az ember létünk szíve sérült meg, a leglényegesebb pont. És emiatt az egész emberségünk megsebződött. A teológiánk ezt így szokta kifejezni, hogy az értelmünk elhomályosult, és akaratunk rosszra hajló lett. Vagyis se a gondolkodása az embernek már nem teljesen tiszta, se az akarata nem tud egyértelműen a jóra irányulni. Vagyis megsebződött az ember. A maga erejéből, ebből a helyzetéből nem tud kiemelkedni. Az Istenhez nem tud a maga erejéből fölemelkedni. Kell az ő fölemelő ereje, hogy tudjunk vele kapcsolatba kerülni, és az ő törvényei szerint élni. Az emberi élet kicsit olyan, mint a vízen járás. Akkor tudunk a víz felszínén maradni, ha Krisztust nézzük. Ha a fölfelé emelő gravitáció, a kegyelem fölfelé emelő ereje megtart minket. Kegyelem által tudunk az Isten útján megmaradni.